reggelt rád is, doktor. Szeretnék pár gondolatot mondani. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai tenis versenyünkön, amely évnyitó jelleggel bír, és ezt a tenis versenyt szeretném felajánlani barátunk, elhunyt barátunk dr. Sallai Lajos emlékére. Engedjétek meg, hogy pár gondolatot mondjak még, és külön köszöntsem az özvegyet, Éva asszony, ebből az alkalomból, és sok erőt és kitartást szeretnék kívánni a további életére, és a családnak is természetesen. Hiányozni fog nekünk a Lajos barátunk, az élcelődő, jóhumorú fiatalember, aki mindig fiatal fog maradni mindenki szemébe és szívébe, mert ő már csak ilyen volt, és ilyennek is fogjuk mindig és örökké szívünkbe zárni. A sport szeretete az példaértékű volt, hiszen nem volt olyan, aki szólt neki, hogy teniszezni ne jött volna, akármilyen idő volt, akármilyen lehetőségek voltak, ő mindenáron és mindig ott volt, tehát úgy gondolom, hogy fiatalok és öregek egyaránt példaértékűnek tarthatjuk ezt, és továbbra is szeretném, hogyha ezt mindenki szívébe zárná.
Talán néha megingott, hogyha a teniszről volt szó, mert egyéb más elfoglaltságai is voltak, hiszen az ördög bibliáját is nagyon szerette, és köztünk is nagyon sok időt eltöltött, sok tenisz mellett, sokszor húlt ki egyéb kártyajátékot, és tudom, hogy Budapesten is tarokban nagyon profi volt, és nagyon szerette a társaságot, hiszen ez volt az élete egyik része. Ő nem két laki életet élt, inkább három lakit talán, ezt lehetne mondani, mert három város fogadta őt a szívébe. Hétvégeken mindig a családhoz Budapestre utazott, de gondolom én azt, hogy a vidám és jó hétköznapjait azt Balatonboglár és Vonyód között tette, hiszen mind a két városnak volt fogorvosa is. Kiművelt, a világ dolgaiban jártas barátunkat veszítettük el, mely a jó beszélgetések és néhány jó pipa szippantás közt nagyon sok mindenről folyt a vita, folyt a szó az élet dolgairól és egyéb mindennapi élet történéseiről esett szó köztünk. Hát az élet is olyan, mint a pipa füst, az elillan. Vele is ez történt, de soha nem fogjuk elfelejteni, mert szívünkbe vésődött az emléke, az együtt eltöltött sok óra, azt hiszem mindnyájunkban mély nyomokat hagyott. Ha most itt lenne köztünk, fennhangon üdvözölnám mindenkit, és mindenkinek eredményes jó versenyzést kívánna természetesen, mint ahogy mindig is tette. Búcsúzóul én is ezt kívánom mindenkinek, hogy jó versenyzést, jó időtöltést a mai napra, és soha nem fogjuk elfelejteni ezt az embert, akit milyen a szívünkbe zártunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és szeretnék most mindenkit megkérni arra, hogy egy perces néma felállással adódjunk ebben. Köszönöm szépen, és megkérném Éva azt, meg mindenkit, hogy amit szeretnénk átadni a Lajosnak a fényképével, hogy a résztvevők írják alá, és szeretnénk tisztelettel, szeretettel Évának ezt az emléket majd odaadni. Egyéb kérdésekkel pedig a rendezéshez, Jancsihoz és a Jóskához lehet fordulni. De azt hiszem, a sorsolás megtörtént, és mindenkinek jó versenyzést kívánok. Köszönöm szépen! Legyetek szívesek! Lányok! És a döntőszett az pedig egy 10-es tájdé. Jó? Fiatalabb korosztály 55 alatt megy az 5-ös pályára megy az A csoport, adok oda egy lapot, és akkor írjátok be, legyetek szívesek. Ebben a csoportban van, ebben a csoportban van a Csiszár Szilárd Kovács Csaba, Bogdán Tamás Szabó Zoli, a Lejel László Szabó Robert, és az Alvégi. 5-ös pálya, jó? És Laci, akkor... Lacinak adod, hogy akkor... Ezt vezessétek, légy szíves. Pontosan, hogy később... Jó. Ki a Balázsnak a pálya? Ki a Balázsnak a se jó? Laci, ki a Balázsnak? Laci, Három nulla, különbség. Ha ezt már jó vezetek.
Thank you.
Az volt a legelső, amit történt, amikor még meg sem sorsoltuk a csoportokat. Szóval, hogy? Hogy? Még tudom, hogy hol kezdődő jön. B3 és B3. Úgy sok került a támlására. Egyet, még B3-t. Jó, az már... Szeptember 17. Olyan jön, hogy tűnjetem meg, hogy az ott írt. Szeptember 17, 9 óra, be van írni. Megértem. Ha esik, akkor jövünk. Igen. Ki a partner? Thank you.
hátra. Ami jó esik. Jó fogjuk.
Hello. Szia. Hello. Szia. Meg nem is tudok rá. Hogy csak? De nem. Nem. Hogy álltok le? Ez a Szabi! Most már elhiszem a motort, szóval eljövök biciklővel, köszünk egyet. Nem, amíg itt lesztek később, este akkor lehet, hogy Mártival előszünk. Csak itt leszünk, mert most nekünk már miért nem megyünk haza, sőt... Egy ilyet, hogy... Hajrá, Api! Egy kis figyelmet kérek szépen, 2013-as évadnyitó verseny 55 év fölötti város
alias Sonkakupa eredményhirdetése következik. Harmadik helyezést ért el Varga, Kálmán, Hajdú, Jóa, Páros. És a Basics József, Uwe Brand. Kettő. Gyere, Gyula! De Gyula is jól vagy, Gyula. Hát nem fértek el a dobogót. Ez a négyen állnak egy dobogóért, egy egyedül a második. Gyula bácsi, gyere. Súlyozás. Tudás. Kari magadnak is te adod át a díjat? Őzi ki a partnere? Nincs itt látható. Visszertornálod, mire eltudták a díjat. Második a Pálmai Zoltán, Csinté Tamás páros. Igen, Tamás már átment. Jó, oké. Pálmai 2000-es. Hát ott mi a különbsége, negyedül vagyok második, három vagy most a harmad. Most töltözök fel. Mi? Hallod, Gyurcs? Ez a fafája. Lejövök hozzá. Gratulálok neked. Kintél Tamásét is adod? Tamás, ez nincs. Elment hozzá. Neked dugva nem többet. Verseny győztese száma legyen. Dr. Tiba János, Berkes Pál. Gratulálok! Innen ugolj fel! Gyere! Gratulálok, doktor úr! Köszönöm szépen! Alipapának, hogy gratulálok! Köszönjük szépen! Gratulálok! 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 További sok sikert! Várjátok! Jó egészséget kívánok! Mennyi? Attila. Az ifik hol tartanak? Négy között vagyunk már. Hát akkor semmi nincs. Mert nehogy te is. A 07-es vagy literes? Literes. Itt a nagyon jó. Hát az király. Csak menj. Csak menj. Csak menj. Csak menj. Nem Jézus. Nem Jézus. Mert? Mert? Ja, csak láttam, hogy ők itt tervezték, hanem valamit folytonírozták. Én mondtam, hogy jól gondolok, mert beszélgettünk, hogy ide azokat a sárnak. Te legy, Csuri! Jó, oké, mennyi az? Megyek körülbelül. Akkor még egy kicsit. Akkor negyedben megegyeztünk, ugye? Igen. Negyedben. Köszönöm. Most írsz föl nekem, jó? Légy, tudod, neked valaki így ebben létszer, figyelj bele. Nem pezsgővel kérlene ezt. Oda néz. Ez igen. Hol egy egészséged? Köszönöm. Köszönöm a fiúknak. Győztes, töltötte égen. Tere, ilyen. Mi az, hogy mi van? Mindenféle van. Na, hát itt mit április végén lesz két-három napos. Győzelemre, tessék. Kóla? Kóla, persze, kóla. Az meg nem azt mondtam, az égen. Egészségedre. Egészségedre. Gratulálok egy összes eszen. Én vagy nyitó. Nézd ki. Nem menekült. Gyert le és komálj. Könnyen én. Kinek? Mi? Ja, hogy a bácsi. Hogy csak ide. Mi, Lukas ez? Vagy mi van vele, hogy becsömbök az aljára? Égen, majd te. Mert azt mondom, hogy szerelnek meg minden. Hajnoknak is kérdezik. Hát, köszönjük szépen. Doki! Doki!
tele van a pofon. Húzzál át. Pulóvered, vigyázzál, csak így áll belőle. Így áll belőle. Jó van. Jó, kicsit nem zár. Nem mondott, hogy az a lesz. Azt hittem kávé. Köszönöm. Azt a jelent. Én még vezetek, köszönöm. Szabi bácsi, gyere, a bajnoki címre létszer súlyra megy el kicsit. Feléki! 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 Na végre jut nekünk egy kicsi. Isten értesse. Zolika. Zoli bácsi, mi lészünk? Aranyélemre. Gratulálok. Aranyélemre. Isten értesse. Köszönjük szépen. Zorod lehet körülbelül. Nem, ha nem, nem zár ez. Jó, sziloplasztal. Sziloplasztal benyomjuk. Mindjárt tisztelgetek. Akkor holnap te vagy a csinálva. Csak úgy hajra előre, mert ez így csöpög ez a kis alma, jó? A győztes! Gratulálok! Bajnó! Milyen? Sanyikám, most belettél a képbe. Újra kell. Ünnepélyes eredményhirdetés következik, 2013 évadnyitó BBTC versenyén férfi páros 55 alatt harmadik helyezettek Rádics Attila, Varga Kálmán, Koszics Gábor, Skiba Tamás. Koszics Gábor, Skiba Tamás. Az edzőpartnereidnek köszönheted! Köszönöm szépen, és gratulálok! Na gyere, ugorj magával! Gyere! Rak be magadnak! Köszönjük szépen! Köszi! Gyere, előre, 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 előre! Na, megsérjük! Második helyezett Lehel Zsolt, nagy férfi. Gratulálok. És a versenyszám győztese Lehel László, Szabó Robi. Gratulálunk a győztesnek és a helyezetteknek. Gratulálunk. Még egyszer gratulálunk a győztesnek és a helyezetteknek holnapra. Mindenkit várunk a vegyes páros küzdelmeiben. 9:30 között. Köszönjük. Még egy Oké. Köszönjük szépen, hogy gratulálunk!
hogy néz most rám? Vajon hogy néz most rám? Semmi sem jó történt, hát álmodtam porként húra szét, de ha bízni tudsz bennem még, tár átírhatnám. Nem késő tár, s a zongorád újra szól egy dal, egy hangszerbe zárt szívem él. Tartozom hangom után talán megfordul a szél, a hétköznap áldozát. Hagytam, hogy végleg rám rakják, lépek az ajtón át, ez egy koskadó ház. Ben ott vár.